Böde Dániel vagyok, nézitek ti is a Zeneshow TV-t. Azt gondolom, úgy álltunk el az a mérkőzéshez, hogy már az elején azt szeretünk volna dönteni, és hát tényleg az első negyed órában a nézők azt láthatták, hogy hajtottunk folyamatosan, és gólt is szereztünk, megszereztük a vezetést, nem álltunk le, első fél időt végignyomtuk. Arra a mérkőzésre is hintmentség, azt próbáltuk most kozmetikázni egy kicsit. Úgy gondolom, hogy ha Hollandiába el tudjuk hozni azt a három pontot, ami szerintem a legnehezebb ebből a csoportból, akkor a nagyon nagy csalcukon a második helyen megszerzésére. Az volt a cél ennek a mérkőzésnek, hogy szépítsük a Bukarestben történteket, és ide elsősorban visszakerülünk a második helyre. Ez a mai estén sikerült, és azt gondolom, hogy valamilyen szinten elfogadjuk a néződés a szurkolóknak. Igen, bennem a bizonyítási vágy, és meg szerettem volna mutatni, hogy nem vagyok rossz játékos, és hogy az a hiba, ami ott történt Romániában, az csak egy rossz pillanat volt. Már ott is azt gondolom, hogy sikerült váltanom, és meccs hátrányából részében egész jól tudtam játszani, pár harcaimat sikerült megnyernem. Szóval nagyon örültem, hogy Sanyi bácsi ismét bizalmat szavazott nekem. Nehéz volt utáni a kudarcon magunkat, ugyanakkor átbeszéltük, kibeszéltük, tiszta voltunk a hibáinkkal, és az volt a kulcsa ennek a mai meccsnek, hogy a csapat össze tudott lakni, összefogta magát, és egymásért küzdve egy jó tempójú mérkőzést tudott játszani.